a régi városrészben mintegy 2 hektáros területen található a Kossuth Emlékpark, ami az óvárosrész központja napjainkban is. Nemzeti ünnepünknek évtizedek óta ez a park ad otthont, és egyre gyakrabban szolgál különböző események színteréül. A Kossuth Parkot több éve használják a környéken lakók igazi közösségi helyként. Barátkoznak a rendezvényeken, saját készítésű süteményekkel és színes programokkal várják ilyenkor a látogatókat. Itt a magányosan élők is részesei lehetnek az ünnepi készülődéseknek. A parkban évtizedek óta nem történt felújítás, pedig átalakítására több szempontból is lenne igény, hiszen a társasházak lakóin kívül a park szomszédságában lévő általános iskola diákjai és az idősek otthona lakói is használják. Szép, virágos, nagyon szép a Kossuth szobornál, nagyon sokat sétálok. Nyugodt a környezet, itten csend van, szép zöld. Általában idősek vannak itt, bottal járnak, ebben négy kerekű járókerékkel. Nekem is mobilom van, nem tudunk fölmenni. Ugye van majdnem 15-20 centis patka. Még a bottal se lehet, nem, hogy van a járókerékkel. Most már nekünk nagyon alacsonyak az ülő lehetőségek, a padok. Egy gyerekeknek való. Nehéz fölállni. Nagyon hiányolom a padrendszert. Az nagyon alacsony. Az ember leledőszeni, de már fölkelni nehezebben tud. A padok mellé asztalok. Hogyha az ember oda kiül, akkor többen is elférjünk, elbeszélgessünk. A szökőkút, amit nagyon hiányolok. Valami kézmosó lehetőség. Olyan virágbokor kell, ami évelő, például nagyon szép az a tulipánfa. Még mondhatnám a Kossuth szobrot. Végtelen rossz helyen van. Én csodálkozom, hogy oda tették az útszél mellé, ugye vannak ünnepélyek, azt is az úttest, forgalmi úttestről kell néznünk. Nagyon szeretnénk lenni, hogy színpad, egy állandó színpadunk lenne. Nincs kiírva, hogy füre lépni tilos. Mert aknázva van, már gondolva a kutyapiszkokra. Legyen szemetes láda, természetes, az el sem maradhat. Természetes anyagból, mondjuk fatörzsből leszelt karikákkal a knájpösvényhez hasonló pihenőszigeteket, illetve útvonalakat lehetne megvalósítani. Kéne csinálni játszóteret a gyerekeknek. Nagyon-nagyon jó lenne, én nagyon szeretem nézni. Én a járókelőket is szeretem nézni. Csatlakoznék az intézményben élő időseknek a javaslataihoz, ötleteihez. Nagyon szívesen vesznek részt a közösségi rendezvényeken. Mi örömmel vennénk, ha még több lenne. Színfoltja lehetne a parknak, hogyha az mind megvalósulhatna, amit a város, illetve a városban élő lakók szeretnének. Ajka város önkormányzata a park rekonstrukciójára top pályázatot nyújtott be a megyéhez, aminek célja egy több funkciós közösségi szabadidőpark létrehozása.